Még visszaviszem a... Szép vasárnap, jó reggelt kívánok! Hodor család akcióban van újra. Vettünk két kabinetet, két szekerint. Műanyag. Oda a kamrába. Egy ilyen nagyobbat. Kisebb, de ez a kisebb, ez meg egy nagyobb. Persze majd ezt össze kell rakni. És műanyag, gyerekek. Nem fa, hanem műanyag, és jó is néz ki. És arra, amire kell, arra nagyon bőségesen megfelel. Na most innen, hova is megyünk? Ez a szőnyeg, ez a rosszú. Na, az jó. Nem, ugye meg nem is felek. Na, megyünk a piacra. Kell venni zöldségeket. Na, így jó lesz. Elférünk bőven. Megyünk piacozni egy jó nagyot. Na, jó lesz? Vezünk szórnavizet, gyerekek, jó hideg, olyan fasz a buborékos. Nézd oda, hogy buborék van? De jó. Na, egészségetekre. Ah, ez igen. Na, megyünk? Mehetünk? Hátul minden oké, okay, igaz? Mi? Valami bittent. Jaj, na, hogy cipogok. Annyit cipogtam a múltkor az egyik kazettá, vagy egyik videón, hogy már én meguntam a cipogást. Túl szűk ez az út. Mi? Túl szűk ez a kanyar. Igen. Úgy, kicsit vissza megint. Azért Jani bácsi betolat, vagy kitolat nyerges vontatóval azért a megpakolva 10 tonna premixel, azért betolattam én akárhova. Okay. Na, hiring. Mi az? Sok koldus. Ó, ott van itt, tessék, nézzétek meg, gyerekek. Gyerek, nem is nézett erre, látod. És kimentem volna elé. Na, ő ezt nem vesz. Na, megérkeztünk a Red Barn, a piros és vörös istáló nevű. Tényleg az a neve. Ha lefordítod, a Red Barn, barna az a istáló, ugye? Ja, ja. Figyeld, mindig oda akar állni a fal mellé! Miért álltok oda? Vagy akart? Nincs máj, bazd meg. Itt egy öreg izé, mi ez? Farmal, trakesz. Jó, sokan vannak már megint. Hát most vannak, ne félj. Későn jöttünk. Most vannak, hát, mert nem, ugye nem nagyon. A sok kanadai hómadár, üresség, azok ide jönnek most ilyenkor. Egy óra múlva nézzük, mire visszajövünk, hogy ez teljesen tele lesz. Hát egy órát én nem akarok itt maradni. Hát. Nekünk van a megszokott beálló helyünk, mindig ugyanoda megyünk, mint hogy már az összes boltnál. Ne kelljen keresgélni a kocsit, mikor kijövünk. Hát most csak ide tudok állni, jó hátra, mert már előre elfoglalták az összes helyet. Á, ide ez mellé. Ide bepattyolok, aztán jó van. Ennyit ide tudunk sétálni, nem? Ja. Figyeld az izéket, micsoda trakjuk van. Ezek pávák, szoktak lenni pávák. Páva József az most. Franz, ugye hol van. Na. Na, elmegyünk, veszünk zöldségeket, aztán. Majd, ha megérkeztünk, akkor mutatom, hogy mit vettünk, jó? Hello! Jani bácsi, ünneplőbe újra. Ünneplőbe. Na, majd jelentkezünk mindjárt. Na, meg is jöttünk a kocsihoz, de még megyünk majd vissza. Gyerekek, ide nézz! Micsoda eper! Arra nézz! Nagyon komolyak mi! Ez be is pattintunk egyet-egyet, ugye? És ehhez mit szólsz? Ha? És itt van-e? Ide nézz! Halapinyó. Ez a halapinyó. Atya Isten! Micsoda méretek, gyerekek! Van ennek íze egyáltalán? Hát, franc tudja. De a erejét ki kell vágni. Na, ezek szerintem ilyen nagyon meg vannak kezelve. Egy meg. Ha? Holy shit. Meg kéne mosni. Ide. Van vízünk, lemosni egy picit. Ja, hozzá. Várj, na most már meg. Ja. Jó, fasza. Hú, gyerekek, azt is mosd le. Meg is dézsmáljuk azonnal. De ezt még én is lefényképezem, hallom. Ha?
még lefényképezem. De. Ennek még van egy kis íze is. Várjál, mert hol a táskám? Jó. Ezt az ögyért nem kell megenni. Van íze? Na ja, dokumentálás. Azt mondja, hogy ezt még ő is lefilmezi, lefotózza. Ajajaj. Na, majd délután jönnek át a gyerekek, unokák. Ó, milyen zabálás lesz itt. Na, miket vettünk még gyorsan? Mutassad, az a paprika. Most nem tudunk hátra pakolni, mert... Várja még. Az mi? Nem tudom, hagymát vettél? Ja. Hagymát? Ja, ez $1 volt. Na gyerekek, ez az a Florida... De most akartam mutatni. Ez az a Florida White. Ezt meg lehet enni így üresen, gyerekek. Ez olyan hagyma. Nincs hagyma íze. Ez üresen meg lehet enni. Olyan, mint a almát enni. Annyira édes. Ez mi? Fehér répa. Ja, lila hagyma, édes répa. Ja. És mutasd azt a paradicsom. Látjátok, micsoda génkezel dolgok? Paradicsom. Bassza meg, ekkora tojás. Na, bedisznókodjuk. Oda néz. Hát ez mennyi, fél kiló? Na. Ja. És akkor még van paprika, citrony, fokhagyma. Ja. Érdemes kijönni. Úgy, itt pedig mi van itt? Répajóskák. Azok is elég komoly méretűek. Ott van valahol. Ja. Oké, okay, és akkor itt egy csomó hagymát meg vettem. Hagyma-hagymára. Rengeteg hagyma fogy nálunk. Mutassál egy olyan nagyot. Itt van, tessék. Meg van ott a rendes pörkölthöz. Na kérem, ennyi volt az őtségrész. Most elmegyünk és veszünk még növényeket. Ilyen oregano, meg kakukkfű, meg a faszom tudja, valami. Évi akar ilyen, csinálni ilyen cserepes dolgokat. Na. Jó van. Ez hova akartál tolatni? Nézd oda, rossz helyre. Már erre akar fordulni. Ja, ellenkezőleg. Széllel szembe. Látja, ja, hogy hát arra az autók. Menetirány az úgy van most, hogy innen lefele. Ő nem. Egy irányú. Elfér? Filmeznek ám. Elfér? Na, ilyenkor már innen takarodás van. Nagyon sokan van. Szaros seggű nőket láttunk, igaz? A fehér nadrág, feszes fehér gatya, gyerekek, képzeljenek el. Feszes fehér gatya, és nyomjelzős volt a seggelukánál a nadrág. Átlátszott el. Átütött a kondens csík, a izé, tudjátok, a... Biztos, hogy nem tudott róla. A barna színű barkód. Átüzött rajta, és én azt nem értem, hogy akkor aki vele volt nő, az miért nem szólt neki, hogy... Motor. Ja, itt a szép motor, oda nézze. Ez többet ér, mint egy autó. Ja. Többe is kerül szerintem. Úgyhogy én nem tudom, miért nem szólt rá, hogy figyelj. Szerintem ő se tudta. Marcella, szaros a gatyát. Nem törölted ki a segged rendesen. Vagy egyet-kettőt fingottál. Vagy bele a sok egycsilládától. Ugye ilyen leveses jött ki neki, aztán megfogta a nadrágot, kérem. Hát, de nem zavarta. Különösebben nem érdekelt. Na, menjünk az Aldiba, gyerekek. Vettünk növényeket, nem is mutattam. De már elegem volt. Nagyon meleg van. Melegünk, meg melegünk. Most már a nyár. A nyár újra. Ja. Na, majd a Aldi fele. Ha lesz valami, akkor filmezek. Na kérem, ki volt írva, hogy jön a proféta? Testemel. Ajajaj. Mi lesz akkor? Na gyerekek, ezek tanácsi lakások, itt ezek.
És ezeket ingyen kapták a kedves itt lakók. De mondd el, hogy miért? Ezért. Azért, mert itt van a szennyvíztisztító telep. Itt, de nincs szag egyébként semmi, az égvilágon. Tisztább, mint bárhol. De hát a kilátás, ugye az ajtablakból. Ez az egész. Nagyon szép rend van. Itt nem lehet büdös. Ez itt tisztítják ugye a WC-ből, ami lejön. Jó, elférünk. Ugye nénikét. Azt hittem visszajön hirtelen. Oda néz, fölvárták a közöttet. Na nem, azt csak oda lerakták. Betont. Na, szóval ennyi. Ez a zászlók, hogy lobognak, ilyen szépek. Mindenfelé, gyerekek, amerikai zászlók, nézd oda, itt hirtelen van négy. Látjátok? Kettő bal oldalt, kettő jobb oldalt. És még plusz ezek a lógósak is. És a piros, fehér, kék mindenhol. Ez van. Ha egyszer bemegy, akkor már ne vágjon ki vissza. Ja, és visszacsap. Mert valaki el akar suhanni mellette, mert látja, hogy kitette irányítást. De ő nem érdekli, nem érdekli. Nem szabad. Nem szabad ezt csinálni, de mégis csinálják. Na, arról beszéltük, hogy a fürge bevágott balra, és utána vissza. És akkor ugye életveszélyes helyzetet tud okozni vele. Na, itt az Aldi, hát itt mindjárt bemegyünk, és akkor azt hiszem, utána már csak otthon. Ezt a részt már milliószor, milliószor gyerek láttátok. Na, most jön a neheze. Hova pakolunk? Itt hátul ugye megvan telve, hát itt gyerekek. Itt még halott orosz katona Jézus is van. Jézus Máriám, nem fogunk elférni. Húsoktól kezdve minden. Na, rakodok én is. Morást. A legint is hátul. Éppen, hogy betoltam. Tök egyet. Júj, mindenhol. Ott van az elején, hallod? Mit tudom én? Ezt lehet behagytad a boltba. Na. Ott van. Na, visszaviszi a boltba. Bolt. Kocsit, mert a 25 centet ki kell venni belőle vissza. Na, nagyon szeretjük ezt a boltot, gyerekek. Ez egy nagy áldás, hogy ezt ide megcsinálom. Milyen, hogy vártuk már mi? Ugye? Hogy vártuk? Na, jó, megyünk haza. Végén elhagyjuk. Na, rendőr bácsi, serif bácsi, adjon jelvényt. Azt mondja a serif, küld anyádat. Anyám az nem ér rá most. Akkor nem kapsz jelvényt. Akkor tudja mit? Bassza meg a jelvényt. Ezt ismerted? Nem. Ha? Nem. És nem adott neki jelvényt. Évi megijedve, le volt engedve az ablak, az könyökölté, meg megemeltem az ablakot, az berátottam kezét. Nem, hanem ahogy fölem elindult, oda megnyom. Egyszer a unoka öcsémnek, szegénynek. Emlékszel, öcsi? Én tudom, hogy nézed a videókat. Ott a, hol volt az? Az izénél, a Lido Beach-nél. Nem tudom, de valahol a fejét csipted. Nem a fejét, a ujját. Ujját? Mert oda rakta valahogy így fölülre, vagy nem tudom, hogy volt. Yeah. És fölbasztam, fölnyomtam. Yeah. Híí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 í azt az ordítást, gyerek. Nem tudom, öcsi, emlékszik-e még rá. Biztos. Majd írd be, öcsi, hogyha emlékszel erre. Oda csíptem az ujjad a kocsiba. Ajjajajajaj. Micsoda élmények voltak ezek. Már voltak 27 éve. Azt az egységét. Meg mikor a Katinak a tüske belement a lábába. Ja. Az izén, a Skyway hídnál. Az olyan ordítások voltak. Viszont na, ott az a egész. Biciklistől most nem tudnak izélni, ott kínlódik. Na, gyorsan átmozok. Jézus. És érte meg, hogy már biciklizni. Na, Eper már gazdára is talált, kérem. Sofi már bevágott két tányérra. Na, meg csak kézze. Jó, nyomassad csak. You can drink that. Let's drink it. It's sugary juice. How about it, Eper, Sophie? Sugar. Két tányérra benyomott. What do you think? Szuszma. Szuszma is ott van. What you close? Jé. Már hiányolták a videón a szuszukát.
majd még kaptok, de hát majd kell rendes kaját is enni, nem csak ilyen nyalánkságokat. Mondom, anya, nem fog sokáig fenn lenni, jó van. Na hát most már, mi van ma? Hétfő. Hétfő van, és újra a mosodát csinálom. Gyönyörű az idő, gyerekek. Gyönyörű. Nyár van. Mennyi az ő? Páratartalom. Nem sok van, néz oda. És hát ott százas fölött van már. Persze ide süt rá a nap ezért. Na kérem, nézzük, miből élünk. Elkezdtem fölpakolni a cuccokat, hát még itt azért rendszerezem, meg mit tudom én, szóval még itt rendbe kell tegyem majd ezt a részt itt. Éppen. És ugye tegnap mutattam ezt a kabineteket, meg lettek véve, és hát ez így ugye ide került. Ebbe a formátumba. Úgyhogy... Hát most már talán elférek. Van itt minden szar, gyerekek. Ebbe tudom az ilyen... mindenféle ilyen... festék, meg a talul be van rakva. Meg csavarok, meg a franc tudja, miket ide be tudok sülyeszteni. Egyes gépeket. Ide is. Aztán... ide meg a kézi kis gépeket be tudom rakni. Bőségesen van hely. És hát oda meg a ramatyot. Először azt hittem, hogy ki fogom ezt dobni, de nem dobom ki. Itt nyugodtan elfér. Egy-két dolog kikerül innen. Illetve innen már nem nagyon. Aztán ezeket nagyjából használjuk. Sofi biciklije, hát nem tudom, nem-e majd kimegy oda előre. Majd Évi eldönti. Hát itt még van ilyen rendszer, ezek ilyen csavarokat, nem tudom. Na, nagyjából, hogy mindegyik a helyen legyen, itt villanykörtéket. Ezek már ilyen régiek. Majd azt is átnézem, hogy mi az, ami kell belőle, mi nem. Ami nem kell, az megy ki. Hát így körülbelül ez a összkép. A besötétítés nélkül, ez egy nagyon jó zárható hely. Úgyhogy, hát egyelőre együtt a mosodáról, gyerekek, aztán majd mondom, kapja a csempézést, illetve hát már megnéztük, hogy mivel lesz leragasztva, és a mennyezet, meg egy-két festés, szilikonozás, aztán úgy nagyjából azért így marad ez a összkép. Na, hát sok munka volt eddig, hát még itt szaszmötörök. Na ennyit. Nem tudom, hogy nem-e unalmas. Szuszma! Gyere le onnan, gyere be, gyere. Ez jön itt mögöttem, hogy nem találja a helyét, mert... Mindig a sarkamban van. Igaz, kis kurva? Amerre megyek, jön velem. De még a WC-re is, tusolóba is, amíg oda nem jön be, de megvár. Most tengermély tiszteletem, hölgyek, urak! Elvtársak és elvtársnök. Elvtársnők és elvtársak. Valahogy így, ugye? Na, ma egy nagyon tradicionál, tehát hagyományos szabolcsi ételt fogunk készíteni. Bíró István, kedves barátom, és a szabolcsi emberek tiszteletére. Ezzel szeretném egy kicsit kifejezni a lojalitásomat, szeretetemet irántuk, mindig is kedveltem a szabolcsiakat, nem csak a szabolcsiakat, de őket különösen. Szóval, először is ugye a legnehezebbel kezdjük, azonnal kell a tésztával, ugye, mert ennek majd pihenni is kell. Mi kell hozzá? 30 deka lisztet számolok, és ehhez teszek hát egy jó kávéskanálnyi sót. Igen. Ne, többet nem, ugyanis majd delikát is lesz, és ezt elkeverem. Igen, tehát
10 deka liszthez egy tojást adok, tehát ebből következik az, hogy ugye 3 darab tojás jön. 3. És itt a csokoládé, amit kedves hugomtól kaptam tegnap este, de ezt nem azért van itt, hogy ezt ide beletegyem, hanem azért, hogy én ezt most megeszem. Szóval nagyon finom. És gyerekek, meglepett a hugom egy csak kidicsekvés. Nem tudom kihagyni. Egy arany gyémánt gyűrűvel, amit a születésnapom alkalmában, születésnapomra ajándékozott nekem. Ennyit a gyűrű. Aminek én nagyon örülök. Ide is teszem föl. Nem gyúlok bele az ételbe vele, meg ráragad, meg mit tudom én. Na, hova? Ezt elkeverjük. Elkeverjük és meggyúrjuk. Aztán majd belenyúlok kézzel is. Csak most még nem akarok. Oké, gyerekek? Hát csinálunk egy tésztát. Na most miután ebbe a stádiumba eljutottam a tésztával, most jön az, hogy nem azért, mert nincs elég tojás, hanem egy picit azért lágy legyen a tészta, ne legyen olyan, mint a beton. Ennek a víz mennyiségnek körülbelül így a felét hozzáteszem. És tovább, egyelőre még csak a fakanállal keverem. Megpróbálom egyenletesen elkeverni. Azért a tálba csinálom, mert most még így nekem egyszerűbb, nem kellem össze ugye a nyújtódeszkát. És ugye mindjárt aktivizálja magát a liszt. És utána már majd a deszkán folytatjuk kézzel a gyúrást. Hát én úgy látom, hogy ez még kíván egy kis lisztet, hogy teszünk hozzá egy 2-3 evőkanálnyit. Jó, és akkor most már ugye el lehet kezdeni kézzel a dagasztást. Lehet, hogy még kell egy kis liszt. Jó, és kitesszük a deszkára. Ezt azért hozzáteszünk. Oké, és akkor innen folytatjuk. Jó, és akkor innen ugye egynevűvé dagasszuk a tésztát. Tehát, hogy egyforma színe legyen, a liszt jól elosztódjon ezen a gyújtódeszkán. Teljesen addig kell, hogy a kézzel kézhez már ne tapadjon, és gyönyörű szép, hát ilyen enyhén sárga színe legyen, ugye? Hát még nem jó. Igen. Kicsit sok vizet tettem bele, csak már lehet, hogy még kell hozzátegyek egy kis lisztet, nem biztos. Hát jól kidagasszuk. Ja. Jó, ezzel meg is lennénk. Jó. És egy picit a tetejére is szórunk a lisztecskéből. És ezt most at least, tehát legkevesebb 10 percig fogjuk pihentetni, de lehet, hogy tovább 15 percet javaslok. Szóval folytatódnak kalandjaink, 2 evőkanálnyi disznózsír, kérem. Nagyon szép, tiszta zsírocska. És egy fej hagyma. Közepes fejvörös hagyma, apróra összevágva, amit meg fogunk dísztelni. Jó, ezt elindítottuk. Ide a másik edénybe teszünk egy evőkanálnyi, hát egy nagyon kevés zsírt. Így körülbelül a fazékba. Igen, és ugyanebben a fazékba beleteszünk
a mennyiségeket látjátok. Sárga répa, zellerszár és fehér répa, petrezsen gyökér. És ezt az egészet egy kicsit át fogjuk dísztelni. Igen, nagyon-nagyon picit, de tényleg csak egy nagyon picit, egy csipetnyi sóval, ugye, meghintjük mind a kettő dolgot. Igen, és a fele dísztelési idő alatt ugye egy kicsit megfogta már a hagymát, de még nem teljesen vagyunk kész, és beletesszük a fokhagymát is, és együtt díszteljük tovább a vörös hagymával a disznó zsíron. Közben ide készítettem vizet forralni, és a dísztelés ott is szintén úgy körülbelül a fele idő, ráteszünk egy jó marék fagyasztott zöld borsot a zöldségekre, nem tudom mennyire látszik, remélem igen, és tovább dínszteljük. Igen, ezzel itt kész vagyunk, most jön egy kritikus rész, kérem, piros paprika. Jó evőkanál piros paprika, felemeljük a tűzről, és már nem is tesszük vissza. Szépen elkeverjük. Kiengedi a színét. Oké. Jó. Ide félre tesszük hőni. Azzal nem csinálunk semmit. A dísztelődő zöldségekre teszünk egy gondolatnyi fekete borsot, ugye a kis kávéskarányi felét körülbelül, és körülbelül ugyanannyi töménymagot. Csak éppen, hogy így. Oké. A forrásban levő vízünkbe beleteszünk jó pupos evőkanál delikátot. Vagy csirke alapot, vagy vegetát. És amit forrásnak indult, ezzel a nagyon forró révvel, ugye leforrázzuk ezt az egészet, és tovább főzzük. Oké? Közepes tűzön. És ami még hiányzik innen, ugye az a úgynevezett zöld paprika, tehát édes paprika, és ugye az egy egész paradicsom, amit hát én felett használok, mivel nekem nagyon nagyok voltak a paradicsomok, és ugyanúgy főzzük a levesben. Na, hát folytatjuk a főzést. A tésztánk jó megpihent. Jó, azt hiszem, hogy úgy csináljuk, hogy ketté vágom. Na, sikerült szépen kinyújtani. És akkor most pedig megkenjük a paprikás hagymás zsírral. Fele mennyiséget ugye elosztom rajta. És egyenletesen ugye eldolgozom. Na és akkor megpróbáljuk azt csinálni, amit ugye láttam a videón. Tehát kétszer hajtunk. Lehet, hogy túl nagyot hajtottam. Igen. Gyerekek, ezt én most csinálom életemben először, ugye? Én nem is hallottam arról, hogy ilyen leves létezik. Ja, kicsit vékonyabbakat kell csinálni. És akkor valahogy így mutatta a hölgy, hogy így. Na ez már jobb lesz, igen. Ja. És akkor így felcsíkozzuk az egészet. De kétszer kell hajtani. Így. Na ez már jobb, igen. Ja. Így már jobban néz ki. Oké. És akkor... Ez a lényeg, hogy ilyen csíkokat készítünk, csinálunk. Jobban elvágni a francba. Jó van. Semmi baj.
ezt kihelyesítjük vissza. És ennyi az egész. Jó, és akkor végig az egészet meg kell így csinálni. A következő lépés az ugye, hogy megcsináljuk a görcsöket. Ugye? Hát elég nagyok lesznek, de szerintem jó fog kinézni. Ugye, és akkor ugye, ilyen csomót kötünk rá. Ugye? Ez a lényeg. Ja. Igen, most már beletehetjük a krumplit, hát egy kis lét még teszek hozzá, mert elég sok eltölt. Oké. Egyet forr, és már tesszük is bele a tésztákat. Ami így sikerült, kérem. Hát életemben először, hát ilyen. Remélem jó lesz. Igen, és eljött az a várva várt pillanat, amikor ezeket a tésztákat ugye bele tesszük a forrásban lévő levesbe, és kifőzzük, majd időnként ellenőrizzük, hogy teljesen följön át. Percekről van csak szó, ugye? Úgyhogy kíváncsi vagyok, milyen lesz egyébként. Még soha életemben nem csináltam ezt. Nagyon remélem, hogy jó lesz. Na most én a paprikát, amit belefőztem, ugye azt lehámoztam, hát leszedtem róla azt a cellulózt, és ugye leturmixolva visszaöntöm magába a levesbe. Hát ennyi a változtatás az eredeti recepthez képest. Egyszerűen nem akartam eldobni, és így visszakerül, de láthatatlan marad. Oké? Okay? Szóval benne a krumpli, a tészta, megvárjuk, míg a tészta teljesen átpúl, és készen van a levesünk. Hát sajnos friss petrezselyem, zöldjém nincs itthon, úgyhogy fagyasztottat teszek bele. Jó, feldarabolom, és akkor ez még hozzámegy. Szépen föl, majd egyet kiveszünk, ketté vágjuk, és meg kell nézni, hogy ugye át-e főtt a közepe is, plusz a krumpli is, hogy meg-e főtt. A gyerekek, készen van a akkor van kész a görcs, görcsleves, ez a neve, görcsleves. Igen, kóstolás jön. Már igazság az, hogy én már megkóstoltam, hát a kinézetre jó néz ki. Még valószínűleg kicsit kell főzzem, nem, már nem tudom. Elég van, elég kemény. Az ízvilága az valahogy a krumplis tésztára hajadik egy kicsit, ennek a, ugye a kötött szabocsi, kötött tésztaleves, görcsleves. És az íze, a levesnek az íze pedig kimondottan ilyen zöldborsó aromája van, ugyanis a fagyasztott zöldborsot, hogyha raksz bele, az megtartja jobban azt a zöldborsó ízt, mint a konzerv, lekonzervált zöldborsó, és ezt tudom javasolni is nektek, hogy kicsit mindig dísztejétek meg a zöldségeket zöldborsóval együtt, valahogy jobban kiadja azt a cukrot, azt az édes zöldborsó ízt, majdnem mint az új borsó. Szóval véleményem szerint ez egy nagyon jó falusias, vidékies, nagyon kellemes, tartalmas, és egy nagyon olyan leves, amire azt mondjuk, hogy eteti magát. Nekem ez a véleményem. Hát köszönöm a receptet, István, Bíró Istvántól kaptam az ötletet és a receptet, igyekeztem betartani a recept előírásait, úgy érzem, hogy sikerült, és hát Évinek is fog ízlődni, remélem. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek a videót, kívánok mindenkinek nagyon jó egészséget, majd nem sokára találkozunk újra. Sziasztok, bye bye!